nem csak a bóli, a kocsmáros bizony a bóli. Zenekarnak is jó itt a dolga, fulladt a pista is, meg az olga. Szórják a pénzt a jó magyar forintot, igazítják a joggingot. A utcára nyíl a kocsmáros, aki hallatszik belőlem, szép muzsika szó. Sört ide volt, ide te szép barna lány, az anyád hat nullatom ki magam igazán. Sört ide volt, ide te szép barna lány, az anyád hat nullatom ki magam igazán. Mához egy hétre már nem teszek ki, elvisz a gyors vonat engemet is. Ha gyors vonat, sebes vonat, van ahol megáll, ha megáll, hívom a jobb kezem, szervuszba ki. Gyors vonat, sebes vonat, valahol megáll, ha megáll, hívom a jobb kezem, szervuszba ki. Mikor a vodka a fejembe száll, akkor a kocsma a fejére áll. Cigánylány vett el a legszebb ruhát, táncoljuk át ezt a vadészakát. Mikor a vodka a fejedbe száll, akkor a kocsma a fejére áll. Cigánylány vett el a legszebb ruhát, táncoljuk át ezt a vadészakát. Hey! Száll, akkor a kocsma a fejére áll. Cigány lehetett, de szem ruhát, vászoljuk át ezt a vadészakán. Mikor a vodka a fejembe száll, akkor a kocsma a fejére áll. Cigány lehetett, de szem ruhát, vászoljuk át ezt a vadészakán. Pista! Mr. és Mrs. Alkohol, Sági Szilárd és Hölgyesi Gabi. Gyere, Szilárdkám, föl tudsz még állni? Pattanok. Gyanúsan jól hoztad ezt a figurát. Tehát ezért nagyon nagy rutinból hoztad ezt. Még a lábad rá? Most már. Most már ez a lila harisnya. Nem tetszik. Nem mondom, nagyon jó. Ez igen, ez aztán nagyon extra. Igyekeztem harmóniába kevetni. Andi? Hát várjál, még ott csudok. Még ott csodok, azért ez nem volt semmi. Hát nem sem tudom, mit nézek, mit hall. Gabi, te megérkeztél. Oh, ez a műfaj, szépen. Ez a műfaj, rád várt. Bocsánat, nekem könnyű dolgom volt, mert én most beléptem a komfortzónámba. Én alapvetően a Sági Szilárd önmagát alakította azért, ezt mondjuk el. De nagyon jó volt, ez teljesen jó volt. Így játszani részeget azért az nem akármi. Alkati probléma, hogy ilyen fejre nincsen kalap, ezt én pontosan tudom, tehát hogy én ezért nem járok gokartozni. Ezért nem meg gokartozni. Nagy a fejed. De nem a kalap kicsi, nézd meg. Kicsi a minden jó áll. Mind a dinnyén a mak. De... Na, Kuki, ezt értetted, ugye? De értettem minden, csak egy dolog nem jártam. Most a Szilárd, miből fáradtál el, vagy mitől? Nem elfáradt részeg. De most is nézd meg, hogy lélegzik szegényke, nem kap levegő, hát mi volt? Az ívás nagyon fárasztó, ezt te nem tudod, Kuki, de higgy nekem. Jó, oké. Én azt mondom, mint Andi, hogy tényleg, Gabi, benne te zseniális voltál. Hogy mulattál, hogy hihetetlen. Én a Szilárd kicsit éreztem, hogy nem annyira van az a mulatos hangulat benne, mert talán, hogy jól, rosszul láttam, de... Mondjuk ki, hogy a Szilárd rosszabb részeg, mint amilyen kocsmáros a Gabi. Az lehet, az lehet. Hozzáteszem, hogyha senki nem hozza szóba, én szóba hozom, hogy a Gabi végre kihasználta teljes egészében a testi adottságait. Biztos. Ebben a dalban, és végre a teljes dimenzió, hogy mozgásra kelt, és külön meg volt a koreográf. De ez meg kellett ám érteni. Abszolút. Tehát ez az első, második adásban biztos, hogy nem ment volna. És az ikre külön voltak táncpróbán, vagy? Én, a itt vagyok, mi ketten, mi hárman itt vagyunk. Ezek szerint Tibi nagyon figyeltet, hogy hogyan énekel. Alapvetően nem annyira láttam a produkciót, nekem elvonták. Külön gravitációs mezeje volt ott az ikreknek, igen. Na, hát akkor nézzük meg a pontokat, most Tibitől megyünk. Jó, én az a baj, most én ilyen békés vagyok, és én most újraadok egy 9-es tetszet, de még hagyok lehetőséget fölfele menni a következő produkcióban, hogy legyen katarzis! Oké, lehet így is, Andi. Én ugyanígy döntöttem, 9. Köszönjük. 18 pont már megvan, Kukikám. Én is adom 9 pontot. Köszönjük. Köszönjük szépen. Akkor az 27 pont, gratulálunk nektek.